Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, srácok, jönnek is a Warframe. A minap nézegettem a Grindhouse Squadnak a videóját, ahol az Arcane Pistoléről beszélt, és hogy szerinte ez a legópébb Arcane, és annak rendjés módja szerint bemutatta ezt az Arcane-t úgy, ahogy kell, Synergy-vel minden, kiváló videó lett, és én most itt vagyok nektek egy Arcane videóval, hogy megcáfoljam Grindhouse Squadot, és azt mondjam, hogy van egy Arcane, ami könnyebben elérhető, és megbántad, hogy nem ezt farmoltad ki a Scarlet Spear-rel, majd legközelebb kifogod, és OP-bb, mint az Arcane Pistolero bármikor, tulajdonképpen, ha jól végig gondoljátok, a mostani Warframe-ben a legópébb. És ez nem más, mint a... Hölgyeim és uraim, Arcane Trickery. Na most, yep, az Arcane Trickery az Arcane, amiről mindenki megfeledkezett, mert hogy nerfölték. Viszont, én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban, a mostani Warframe-ben még mindig az egyik, ha nem a legópébb Arcane. És egy-két példával szeretném ezt bemutatni, hogyan alkalmazhatod ezt az Arcane-t minden egyes Warframe-re, és természetesen hogyan alkalmazhatod ezt csapatban, hogyan hozhatod ki csapatban is, hogy számodra jó legyen ezzel az Arcane-nel. Ugye, ha azt nézzük, hogy az arbitration alerteken elérhető Arcane-ek, azok tényleg nagyon jók, és nagyon OP-k, mindegyik nagyon OP, szóval érdemes ebből a szempontból elmenni farmolni az Arbitration alertet, ugye a Blade Charger-é, Bodyguard-é, Pistolér-é, Primary Charger-é, Tanker-é, mert ott azok nagyon jó Arcane-ek, amik igen-igen megdobják a Warframe-eket és a damage-üket, de viszont a Trickery az nagyban megnöveli a túlélésedet. Például Arcane Pistoléroval azért ahhoz, hogy igazán ki tud használni, folyamatosan headshot-tal kellene őjél, hogy az ki tudja használni az erejét. Az Arcane Trickery az egy kicsit egyszerűbben működik ebből a szempontból, és nem feltétlenül oly macera használni. És ha tetszik, ha nem, a Warframe-ban a legópébb képesség talán a láthatatlanság. Ha láthatatlan vagy, az enemik nem fognak rád lőni, és az Arcane Trickery még a nerfje ellenére is elég kellemes számmal beadja a láthatatlanságot, továbbá még ezt meg tudjuk boostolni is egy kis apró trükkel. Hölgyeim és uraim, jöjjön néhány példa arra, hogy miért annyira OP az Arcane Trickery, és hogyan használhatjuk ki az erejét minden Warframe-nél, hogyha erről van szó. Egy-két példát fogok maximum mutatni nektek, mert a többire nagyon könnyen rá fogtok jönni, hogy hogyan alkalmazzátok esetlegesen az összes többi Warframe-nél. Azt ki fogom emelni, hogy ez a videó... a szórakoztatási faktort próbálja előhozni, de egy-két Warframe-nél igen potenciálisan endgame Warframe-é varázsolja még jobban, mint amik azok a Warframe-ek, szóval jöjjön a trickery. Első példának jöjjünk valamivel, ami nagyon egyértelmű, hogy mitől hasznos az Arcane Trickery. Na most az Arcane Trickery, aki nem ismeri, hogy a finisherrel ölsz, akkor láthatatlan tudsz lenni, 15% eséllyel, ez régen 20% volt, sokkal gyakrabban kapcsolt be a stény, de 15% eséllyel finisher esetén láthatatlan tudsz lenni. Talán a legópébb képesség a Warframe-ben. Finisher esetén ugyebár ez azt jelenti, szóval ehhez arra van szükség, hogy a Warframe-ed tudjon finisherelni, ugyebár, hogy a trickery működjön.
Ne feledkezzünk meg, hölgyeim és uraim, hogy mindenki számára idővel, amint megcsinálják az Umbra Questet, elérhető a Skjajjati. Szóval ez a kard. Ez a Nikana. Skjajjati. Nikana elérhető. Na most ennek a kardnak a passzív képessége, kérem szépen, az az, hogy láthatatlanná tesz. Értitek? Értitek már, hova akarok kiukadni? A finisher esetén ez a kard láthatatlanná tesz. Szóval nézzük meg, hogy hogyan is működik ez. És ez most ez a legegyértelműbb karakter, amivel meg tudom mutatni, mivel hogy kurva könnyű ugye egy Equinoxot használni, ugye bár. És a Skjajjatival gyakorlatilag bárkit finiselni tudsz, amennyiben ugye a képességed megenged, és onnantól kezdve mindig láthatatlan vagy, és csak arra kell várj, hogy az a szerencsétlen trickery jellemző módon, ha videót csinálok, akkor nem kapcsol be, de arra kell várj, hogy az a trickery bekapcsolja, nem mellesleg miközben ez mind működik. Arcane Energize az azért kell, hogy a Peaceful Provocation mód az bekapcsoljon. Illetve hogyha bekapcsolom a hármas képességet, Peaceful Provocation módon fel tudjam tartani az energia költséget. De jellemző, hogy amikor az ember egy videót csinál, akkor az Arcane Trickery sosem akar bekapcsolni. Na, most végre bekapcsolt. És tulajdonképpen 30 másodpercig láthatatlan vagy, altatod az enemiket. És hogyha netán kifutna ugye a trickery a szerencséből, akkor a Skjajjatival még mindig elboldogulhattok teljes mértékben. De időközben újra kapcsolt, szóval végül is hatékony tud lenni. És mi kell még több? Tehát ha még a hármas képessége is ugye be van kapcsolva, hogyha csapattal vagy, hármas képessége be van kapcsolva az Equinox-ak, tessék, megint bekapcsolta az Arcane Trickery. Láthatatlanságban nem fognak rád lőni. Ez a jó oldala az egésznek. Hogy mutassak egy random Skjati finisher-ös modolást, Gladiator Might, Organ Shatter, Spoiler Strike, Finishing Touch benne van, és én használom az adott frakció ellen lévő extra damage modot. Semmi nagyon extra random finisher modolás, ettől valószínűleg OP-bat is ki lehet hozni, hogyha nagyon szeretnétek. Szóval, amint mondtam, az Equinox az csak egyik legegyértelmű példa. A további egyértelmű példák közé tartozhat a minden olyan Warframe, ami finisherre meg tudja nyitni az enemiket. Például az Excalibur a vakításával. Tehát vakítasz, finishelsz. Vakítasz, finishelsz. Szóval minden olyan Warframe potenciálisan endgame karakterré válik, még ha soha nem is volt az, aki finisherre tudja megnyitni az enemiket. Szóval, ja, ez még durvább lenne ez az egész, hogyha még létezne a Covert Lethality olyan formában, mint amilyen formában létezik, ugyebár, és hát akkor nagyon OP lenne gyakorlatilag minden. De mi van akkor, hogyha nem olyan Warframe-ekről beszélünk, amiknek nem tudnak
finisherelni. Tegyük fel, Atlasz. Jó? Tehát hol egy Atlasz. Atlasz. Rakjuk be az Atlasz. Atlasz. Szóval, mi van vele? Ez a Warframe nem tud finisherelni. Látom, a Prime-ot még nem nagyon csináltam meg, akkor jöjjön simán a sima. Mi van ezzel a Warframe-el gyakorlatilag? Ez a Warframe, ez nem nagyon tud finisherelni, és mégis hogyan érhetjük el, hogy finisher csináljon, és ehhez segítségül hívjuk a Naramol iskolát, Focus iskolát, és annak is az Executing Dash ágazatát, ami azt csinálja, hogyha átdeselsz az enemiken, megnyitja őket finisherre. Kise kell húz maximumra, a lényeg az, hogy hozzá legyen kapcsolva, tehát aktív legyen ez a képesség. Most az, hogy ad egy kis extra finisher damage-et, és hogyha kihúzod maximumra, akkor talán 30% körüli finisher damage-et adsz, amihez hozzájön a kardodban lévő finishing touch, 60-90%-os finishing damage-et fogsz kapni. Szóval az Atlas, ez a legrohadtul viccesebb. Itt már persze egy kicsit macerább dolgozni az egésszel, mert át kell Void Dash-elj az elemiken, de amit láthatjátok, egy Magus Lockdown és egy Atlas kőfagyasztás az elég csodákra képes, és onnantól kezdve, hölgyeim és uraim, már mehet is a finisher játszadozás. Szóval hogyan csináljunk az Atlasból egy endgame karaktert? Tessék, így. És Crowd Control, Magus Lockdown és a Madurai iskola, hölgyeim és uraim, parancsoljanak, azt csinálnak, amit akarnak. Tudom, ezt itt most ugye a szimulakromban mutatom be, tehát ilyen helyzetet a valóságban nehéz lesz generálni, viszont ez a modolás, amit csináltam itt például az Atlasznak, ami olyan jó régi, ez például nagyon kellemes, kempelős, egy helyben állós modolást tud adni. Tehát az Atlas nagyon szépen fogja és ugye lefagyasztja az enemiket, hogyha már ilyen magas szinteken járunk, magasabb mint ez a szint, és ha már ott járunk, szépen ugye lerakod mondjuk a kőfalat, és megállsz kempelni valahol a csapatoddal, vagy szóló, vagy tök mindegy, lefagyasztod az enemit, behúzod az enemit magadhoz, és utána mehet a party. Hölgyeim és uraim. Szóval, ja, így csinálunk az Atlaszból egy hogy is mondjam, trickerivel ellátott, skedzsatival ellátott, láthatatlan szörnyeteget. Itt van például az Inaros, ugyanaz a módszer. Az Inaros egy olyan karakter, ami finisherre tudja megnyitni az enemiket az egyes képességgel. Na most viszont, hogyha láthatatlanba rakjuk át Inaroszt, az azt jelenti, hogy nagyon sok modra, ebben a modolásban például nagyon sok modra nincs szükséged. Nincs szükséged Vitality-ra ebből a szempontból, nincs szükséged Adaptation, Steel Fiber kombónál, vagy nincs szükséged ugye, hogyha Umbrát csináltani. Gyakorlatilag nem lesz szükséged ezekre a modokra, mert folyamatosan láthatatlan leszel, ezáltal lehetőséged nyílik akármilyen modot berakni, amit a fantáziát kíván ennek a karakternek. Szóval csinálsz belőle range-eset, nem range-eset, olyat csinálsz belőle, amit akarsz. Gyakorlatilag az Inarosszal, tehát nem nagyon láttam embereket úgy játszani az Inarosszal, hogy láthatatlanban mennek, mivel annyira tank a karakter, ugyanis mindenki azt akarja bizonyítani, hogy mennyi életet kihoztam belőle, van 10 millió életem az Inarosszal. Hát, és mi van akkor, hogyha egyáltalán nem raksz bele életet? Vajon úgy is lehetne játszani az Inarosszal? És tessék, itt van, lehet játszani az Inarosszal úgy is. Vakítod az enemit, csapatodnak segítesz ezáltal, és te pedig szépen finishered őket, láthatatlan vagy, és ott van a trickeri bekapcsolva jelen pillanatban is. Szóval ez is egy opció, hogyha erről van szó. Mi van például az ilyen nagyobb buta Warframe-vel, mint a Hydraid? Oké, tehát
hogyan tudna a hidraid előd húzni az Arcane Trickery-ből. És kiemelem azért, Skedget-it nem muszáj használni, tehát ha még mindig használhattok Covered Little-it is, tőröket, szóval. Csak a Skedget-i az egy extra biztosíték, amíg az Arcane Trickery bekapcsol. Szóval nagyon boldogan haladsz a Hydroidoddal, Magus Lockdown Arcane. Ez egyszerűen hihetetlen. Ahogy játszod, azért lehet a Hydroiddal, az egyszerűen elképesztő. És amit látjátok, addig crowd controlozok, amit jól esik, mert amint kijövök, mivel hogy áthaladtam ugye a Madurá iskolával az enemiken, ezért már is kezdhetem a finisher játékot. A trickery az már be van kapcsolva, amit láthatjátok a képernyő felső sarkában. Ha netán új enemik jönnek, akkor ez... Mit mondta, ez csak a szórakoztatási faktort emeli, srácok, tehát itt semmi nagyon extra, ezek csak ilyen hülye módszerek, amivel lehet szórakozni, oké, tehát így lehet a Hydroidból végül is egy opcionálisan megmentheted a karaktert a haláltól ebből a szempontból, bár a Hydroid nagyon OP lett, amióta átalakították a képesség, és ez a Hydroid, oké, tehát nesze nektek. Tehát így lehet a Hydroidból egy OP karaktert csinálni. Valamikor régen az ember egy nagyon gyenge karakter volt, aztán később bejöttek a fókusziskolák, és az ember hirtelen OP lett, mert ha jól emlékszem, a Naramon Ágnak, mielőtt átalakították volna a fókusziskolákat, volt egy olyan képessége, hogyha karddal kritikusat ütöttél, akkor láthatatlanná váltál. És ezáltal az ember és az ultia nagyon OP lett, mert karddal könnyű volt kritikusat ütni. Én most visszahoznám azokat a régi szép időket, ahol az emberrel láthatatlanságba lehetett mászkálni, de plusz hozzáteszem azt, hogy az ember most nagyon-nagyon is OP. Hogyan húzhat hasznot az Arcane Trickery-ből az ember? És ez megint csak egy egyszerű példa, és természetesen nem muszáj a Skedget-it használni, használhatsz egy Arcane, egy Covert Little-it is tört is, mivel az ember elég erős ahhoz most már, hogy kibírjon egy jó pár lövést, amire az enemy megfekteti. Szóval... Amit láthatjátok, tehát a crowd control képessége ezzel, ez már önmagában nagyon-nagyon OP. És kész, vége. Azt hiszem vége a játéknak, tehát... mit akartok még? Tehát amíg bekapcsol az Arcane Trickery, addig a Skelety egy ilyen biztonsági faktor. És... gyakorlatilag így butítod le az embert. semmi tevésre. Szóval, ja, így csinálunk az emberből láthatatlan karaktert, hogy végig láthatatlanságba tudjál mászkálni, ne törődjél semmivel. Arcane Trickery bekapcsolt, innentől kezdve vége a partja. Ugye az ember azért csapatot jól kisegíti, mivel hogy távolítja az enemik armorját, tehát csapatnak ez jó, mert neked finisher rá, várom mindegy, mert az armort kikerülöd egyenesen, életre fogsz haladni. Szóval, ja, az ember és a láthatatlanság újra visszajött. Én mondtam, hogy bánni fogjátok, hogy nem a trickerit farmoltátok ki, és az energized helyette. És mutatok még egy utolsó karaktert. Mi van? Egy olyan karakter, mint a Zephyr, akit soha büdös életben nem használsz. Hogyan tud a Zephyr hasznot húzni egy trickeryből? Na most a Zephyr elég könnyen hasznot tud húzni a trickeryből. Egy igen OP képessége van, hölgyeim és uraim, és az pedig a harmadik képessége, ami némi pajzsot ad neki, szóval ha gondolod, csak sétálj szembe így az enemivel, aztán tessen járt rajtuk, kardozz egyet, és akkor
Soha többet nem kell megkapcsolni Zephyr egyetlen egy képességét se, szóval... Yep. Zephyr. Móka. Igaz? Ja, és mindjárt látod, a Trickery bekapcsolt már is. Innentől kezdve azt se lesz, amit akarsz. És ja, mivel hogy a hármas képesség a Zephyrnek némi pajzsot ad, hogy úgy mondjam, és kivéd mindenféle lőszert, ami felé megy, egyel viszont vigyázni kell, és azok a bombardok, mert a lökés hulláma a robbanásának a bombardnak, az meg tudja sebezni, de minden mással, ami nem robban a környékén, a Zephyr teljes mértékben boldog tudna lenni, amit láthatjátok, tehát hogyan csináljuk a Zephyrből endgame karaktert? Szóval én mondtam, az arcane pisztoléről túl macer a gyerekek, túl macer. Headshotokat adni, hát az hogy néz ki? Oda jön Stenóval, átdesse ezt az enemét, utána lefinishereled a rákba. Ja, talán ennyi lett volna. Minden karakterre lehet alkalmazni. Minden egy karakterre kivétel nélkül lehet alkalmazni, és buta biztossá teszi a Warframe-eket. Szóval, ja, nem tudok más nagyon mit mondani. Ó, úristen, mit lehetne kezdeni egy Savage Banshee-vel, elképesztő lehet, tekintve a damage buffot, amit tud adni a Banshee Wisp, ki tudja, Istenem. Egyes karakterek természetesen nem érdemes, de amit látjátok, amit beszerettem volna mutatni és bizonyítani, azt, hogy teljesen mindegy, melyik karakterrel használod, az Arcane Trickery működni fog, és nem feltétlenül muszáj használni a Skjajatit, viszont annyi biztos, hogy ezt mindenki már elég korán a játékba eléri ezt a riganát. Amit még bemutatnék erről a kardról amúgy csak úgy poénnak, hogy mennyire OP a védelme, ezért ki tudod használni olyan warframe-ekkel is, amik nem feltétlenül tudnak finisherre nyitni ugye az ellenfeleket, mint például a Zephyr itt. Szóval ha bele gondoltok és ránéztek az életre, nem nagyon mozdul. Szóval ennek a karnak, vagyis Nikanának a védelme is elképesztően hatékony. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig tudtok védekezni. És főleg ugye olyan nincs, hogy nem kapcsolsz el egy képességet, ami Warframe-nek bármilyen képessége is lehet. Ja igen, hát hogyha be van kapcsolva az Zephyrnek a hármas képessége, akkor szinte lehetetlen megölni. Szinte. Úgyhogy ja, srácok, hát ennyi lett volna. Remélem, hogy tudtam segíteni, hogy a Warframe-et még unalmasabbá tegyétek a mindennapjaitokra. Hogyha, ja, hát gyakorlatilag ezzel a módszerrel halhatatlanok lesznek, OP-k. Kiállít meg, és hát természetesen, hogyha egy olyan Warframe-vel használjátok, aki finisherre tudja megnyitni az enemiket, mint például az Equinox, esetleg lekoppintjátok azt a buildet, ami nekem van ott, és elmentek vele endgame-re, akárhova jól esik, amíg láthatatlanok vagytok, addig bántódásotok ebben a játékban nem fog esni. Egyedül amivel vigyázni kell, azok a random lövések, mert egy szint után, mivel a Warframe úgy van megcsinálva, hogy egy szint után gyakorlatilag az enemiknek szinte aimbotja lesz, így egy bizonyos szint után még a láthatatlanság sem 100%-os védelem, de az a szint az elég későre jön el, addig nagyon kevés játékos hajlandó manapság elmenni. És ezt onnan tudom, hogy régen, amikor még a Trickery nem létezett, akkor a Loki volt az egyetlen olyan
karakter, amivel láthatatlan volt, és nagyon sokáig el lehetett menni, és egy bizonyos színnél, ilyen 300-as, 400-as szinteknél már az enemiknek olyan énbotjuk volt, hogy láthatatlanságba úgynevezett random eltaláltak, de tutira direkt eltaláltak, és egyértelműen ugye egy insta hiteltek. Nem tudom, hogy ez még benne van-e a Warframe, elég rég jártam olyan szinteken, és vagyis láthatatlan karakterrel elég rég jártam olyan szinteken, de régen a láthatatlanság volt sem volt 100%-os védelem, de viszont teljesen megbízható volt. Csak annyi volt, hogy néha random eltaláltak, és hogyha társait közelébe mentél, akkor végképp eltaláltak. Szóval szólózni nagyon kiválóan lehet láthatatlansággal, és nagyon magas szinten valószínűleg random egy-két golyó eltalál, és ja, de ezért létezett a quick thinking mod, hogy ez, hogyha ez megtörténik, akkor ne legyen belőle nagyon sok gond. Szóval ja, srácok, ennyi lett volna egy kis szórakoztató videó, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, következő Warframe videóig, sziasztok!